február 1-től, vagyis vasárnaptól lehet visszakérni a fölöslegesen kifizetett autópályamatricák árát, több szakasz, például a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető út, vagy az M8-as és az M9-es újra ingyenes lesz. Az engedmények ellenére a szocialisták ma országos demonstrációt tartottak az idén bevezetett útdíjrendszer ellen, és annak visszavonását követelik. Egymás után érkeztek a pest-megyei szocialisták az M3-as és az M0-as csomópontjához. Tavaly itt még nem kellett fizetni, most már kötelező a matrica. Ez ellen demonstráltak. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Délután 2-kor indultak el Budapest belvárosa felé, körülbelül 70-80 autó sorakozott fel egymás mögé. A budapestivel együtt összesen 8 város környékén tartottak demonstrációt a szocialisták az útdíj ellen, köztük Győrben és Debrecenben. Győrnél a régi egyes úton volt félpályás útlezárás. Hát nekem plusz 5000 forintot jelent, mert sajnos matricát kellettem venni. Debrecenben a 4-es főút kivezető szakaszán rendeztek demonstrációt, január 1-ig ez is ingyenes volt. Azt ígérte Orbán Viktor, hogy itt micsoda jólét lesz, nem lesz megszorítás. Hát fél naponta 5 óránként jelentenek meg megszorításokat. Budapestre 3 óra előtt ért be a konvoj. Több helyen megbénult a forgalom, néhányan dudáltak is. A végállomás a parlament előtti tér volt. Petíciójukban az útdíjrendszer visszavonását kérték. Azért most, mert korábban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, januárban összesítik a tapasztalatokat. Abban bízom, hogy ma január 30-án hoz egy újabb döntést a kormány, hogy az M0-ás elkerülő és a kivezető szakaszok sem lesznek útdíjjal terhelve. Visszavonásra nem lehet számítani, sőt kiderült, néhány éven belül az egész M0-ás fizetős lesz. Ezek a szakaszok uniós támogatással épültek, azzal a feltétellel, hogy adott ideig nem lehet rájuk díjat szedni. Ez az időszak viszont lejár. Ezek az elkövetkezendő 1-2 évben 3 ilyen szakasz van, nem akarok rossz dátumot mondani, de ezek az elkövetkezendő 1 és 3 év között ezek lejártak. Egy héttel ezelőtt Fonagy János államtitkár erről még nem beszélt. Akkor csak azt jelentette be, hogy kevesebb szakaszon kell fizetni, az pedig, aki feleslegesen vett matricát, visszakapja a pénzét. Meggyőződésem, hogy ezeknek minimális lesz a száma, tehát ez egy pár száz, tehát kérem, senki ne gondolj 10 000-re. Február 1-től lehet a pénzt visszakérni, postán, ügyfélszolgálatokon vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján. A cégnél jóval nagyobb érdeklődésre számítanak. Számításaink alapján körülbelül 20 000 matrica válhatott feleslegessé, tehát arra számítunk, hogy körülbelül ennyi ügyfél élhet a visszaváltási igényében. Pénzt csak az kaphat vissza, aki kizárólag olyan szakaszt használt, ami február 1-től újra ingyenes lesz.